Köszöntöm a kedves nézőket! Véget ért a nyári szünet, ugyebár a televízió dolgozói számára, de még egy nyári témával jövünk, hiszen az internet közelében azért nyáron talán sokkal többen vannak napi szinten, mint az év többi időszakában, habár manapság már ez sem feltétlenül igaz. A mi generációnk, a mai 40-50-esek, azt hiszem, hatalmas újdonságként élhették meg annak idején az internet betörését, de aztán más betörések is jöttek, hiszen az internetes bűnözés is gyakorlatilag ezzel párhuzamosan megjelent. Ez lesz a mai első témánk, és itt van velünk Makó András, aki IT tanácsadó, vagy IT tanácsadó, vagy tetszik, tehát internetes tanácsadó. Szervusz, köszöntelek, András! Szervusz, köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves nézőket! Téma van, hiszen manapság nagyon sok internetes bűnesetről hallunk. Most az utóbbi időben talán leginkább ezek a bizonyos zsaroló vírusok borzolták föl a kedélyeket. Mit is jelent ez pontosan? Hiszen azért vannak, hál' Istennek, elég sokan nézőink között, akiket ez nem érintett még. Hál' Istennek őket nem, és sajnos egyre több zsaroló vírus tér, és egyre több változatok fordulnak már elő. Ez a zsaroló vírus azt jelenti, hogy egy vírus letöltődik a gépedre, és a ott tárolt adataidat nem tudsz hozzáférni többet. Igen. Hát amikor annak idején a vírusok megjelentek, mint olyanok, akkor kicsit át kellett alakítani a gondolkodásunkat, arra emlékszem, hiszen a vírusokat nyilván az egészségügy vonatkozásában ismertük csak, de nem véletlen ez az elnevezés, hiszen ugye a vírus is, az emberi szervezetbe kerülő vírus is azt csinálja, hogy megpróbálja átalakítani a szervezet működését a saját érdekeinek megfelelően, és gyakorlatilag ezt csinálja a számítógépes vírus. Igen, ugyanezt csinálja a számítógéppel, a fájlokat, képeket, dokumentumokat elérhetetlenné tesz, ezáltal zárol minden fontos információt. Igen, csak egy rossz indulatú. Rossz indulatú program. Van, amikor csak szórakozásból küldenek ilyet a gépekre, és nagyon örülnek neki, hogy az ember bosszankodik, de mondjuk a zsaroló vírusok egy picit már más kategóriába tartoznak, hiszen itt azért komoly pénzekről van szó. Igen, mert azért elég komoly pénzeket is elkérnek azért, hogy elküldjék azt a programot, amivel te ezt fel tudod oldani, ezeket a kódolásokat, amit a program, ez a vírus okkárt okozott a számítógépben, és azért igen, nagyon komoly összeget el tudnak érni. Ezt már nem ilyen fiatal, kis, otthoni, házi hackerek írják, hanem azért itt már komoly internetes, komoly technika van mögöttük, komoly programozási ismeretek. Tehát mondjuk ennyi tudással akár becsületesen is sok pénzt kereshetnének valószínűleg. Vannak különben etikus hackerek, akik a nagy vállalatok foglalkoztatnak, megnézni, hogy a programjaik azok mennyire sikeresek, hogy futnak, nem futnak. Aki mondjuk félfüllel hallott ezekről a zsaroló vírusokról, akkor azt gondolhatja, hogy ez igazából tényleg csak a nagyobb cégeket, vállalatokat érinti, hiszen ott van olyan anyagmennyiség, információmennyiség, aminek a eltűnése nagyon nagy károkat okozhat, ezért a visszaszerzésére sem sajnálnak esetleg több millió forintot. Magánembereket is megcélozhatnak ezekkel a vírusokkal? Vajon? Igen, ezek magánembereket is érintenek, nem ők a legfőbb célpont, de ők is ugyanúgy elkaphatják. Igen. Amikor annak idején elkezdtünk számítógépekkel dolgozni, és az internet is már napi gyakorlattá vált, akkor is azért még nagyjából e-mailek szintjéig jutott el ez a napi munka. Ugyebár manapság azonban ugye vannak a megfelelő közösségi oldalak is, amelyek folyamatosan fönn vannak egyes emberek. Ez nyilván sebezhetőbbé is teszi őket, gondolom én. Hát igen, azért a közösségi oldalaknak is megvannak azok a sebezhető pontjaik még mindig, ahol azért egy-két ilyen vírus át tudja magát törni. Ezt láthatjuk közösségi oldalakon is, ahol üzenetben kapnak az emberek vírusokat, az üzenőfalra kiteszi vírust. Ezek ellen is lehet megfelelően védekezni. Ha látjuk, hogy mondjuk kapunk üzenetben egy ilyen gyanús linket, akkor arra nem szabad rákattintani, mert az azonnal letölt a gépre nekünk egy vírust, amit nem biztos, hogy a vírusírtónk azt fog jelezni azonnal. Igen. Hát persze, hát ez mindig ugye a vírusírók... A vírus van, aztán tudjuk csak megelőzni. Igen, a vírusírók előrébb szoktak járni, mint a bűnözők is nagyon sokszor ugye előrébb járnak. Mire figyeljünk oda azért a napi gyakorlatban? Azért ma már tényleg a lakosság túlnyomó része azért napi kapcsolatban van az internettel, Facebookkal, stb. Tehát hova, mire figyeljünk, mi lehet gyanús jel? Hát, hogy olyan üzenetet kapunk, ugye, ami csak egy link van hozzá, és igazából a
feladója nem írt hozzá se egy szöveget, hogy na ezt most nyisd meg, nézd meg, találtam egy jaj, de jó kis videót, és mondjuk már a link is gyanús, azt nem szabad megnyitni. Ugyanúgy, ha üzenőfalunkra, vagy már megnyitottuk, és kerül az üzenőfalunkra ilyen, azokat sem szabad megnyitni, és másnál se nyissuk meg ezeket. Akkor sem, hogyha esetleg látszólag ismerőstől érkezik. Igen, akkor ugye? Sem szabad. Sőt, mondjuk biztonsági beállításokban a közösségi oldalakon is lehet olyan beállításokat csinálni, hogy ne engedélyezzük, hogy az üzenőfalunkra bárki más kitehessen bármilyen bejegyzést, ne tudjanak minket megjelölni, hanem azt vizsgáljuk felül, és már ezzel is meg tudtuk előzni ezt a problémát, hogy mást ne lássa. Fú, és ha megtörtént a baj, akkor mi a teendő? Hát érdemes ezeket a üzenőfalunkról ezeket levenni, ezeket a bejegyzéseket, és egy ilyen szóváltoztatás az sem árt, mert ezek a vírusok sajnos belekerülnek már a számítógépünkbe, telefonba, tabletkészülékünkbe, és aztán kinézhetik maguknak a jelszavainkat, akár banki adatainkat, ami után egy ilyen szóváltoztatást mindenképp kell tegyünk. Nemrégiben hallottam arról, hogy mondjuk például, hogyha a banktól érkezik valamiféle üzenet, levél, látszólag teljesen olyan, mintha a mi jól bejáratott bankunktól jönne az az üzenet, és közben meg kiderül, hogy nem, csak ugye a dizájnt is meg mindent levesznek, és teljesen úgy néz ki az összes a betűforma, az ábrák, a képek, minden, ami hozzátartozik, ezzel nagyon könnyű megtéveszteni embereket. Szóval arról hallottam, hogy figyeljük a felső kis vonalat, ahova ugye bekerül az internetes cím, és ott ugye egy HTTP-vel szokott kezdődni. Általában, hogyha nincs hozzá egy S, akkor figyeljünk oda, mert akkor valószínűleg csaló lehet, mert a bankoknak van egy ilyen biztonsági rendszere. Igen, egy SSL titkosítást használnak, amiből ugye védik a felhasználók adatait. Erre is nem figyeltem még föl egyébként, csak a napokban hallottam róla. Igen, ezt általában az emberek ugye azt nem szokták figyelni, az internetezők nagy többsége, hogy az most HTTP vagy HTTPS, és az mindenképp fontos, most már a Google is egyre jobban szereti azokat az oldalakat, ahol ez az SSL titkosítások megvannak. Uh-huh. Ezek az oldalak jobban figyelik a felhasználók biztonságát, uh-huh. És itt azért nem olyan egyszerű. A nagy telefonos cégektől is jött már, ilyen levélet kaptak már emberek, hogy nem csak bankoknál fordult ilyen elő, és a gyanús linkekkel, vagy megnyitja az e-mailt, és akkor töltse le a képeket. Na, azt ha letölti, az bekerül a számítógépünkbe, na már ott is van. És már ott is van a vírus. Igen, igen. Hát nyilván egyébként, amikor adatokat kérnek az embertől, az már gyanús lehet, ugye? Igen, azért adatokat azt nem adunk meg mindenkinek. Főleg PIN-kódokat, ilyesmiket, tehát személyes kódokat. Így van, PIN-kódok, bankári adatok, ezek, amit ugye nem szabad soha kiadni. Ezeket ugye online vásárláskor is megfelelő biztonsági rendszerek vannak, amik ezt azért védik, meg olyan külön oldalra irányítják át a felhasználókat, ami több szálon védett. De sokszor nagyon csábító persze az ajánlat, hiszen hogyha ennyit befizet, akkor nyerhet annyit, meg mindenféle dolgok vannak, de mindez csak azt a célt szolgálja, hogy mondjuk a számlájához hozzáférjenek az embernek. Ugye? Hozzáférjenek a számlájához, vagy megnyitja a linket, az már telepít is egy vírust, amivel aztán egyéb adatokat el tudnak lopni a számítógépükről. Vajon ők találomra dolgoznak, vagy közben már figyelnek bizonyos internetes információáramlást, és következtetnek arra, hogy esetleg mondjuk a visszatérve a kezdő témához, a zsaroló vírusokhoz, hogy ott lesz annyi adat, amiért érdemes nekik ezt meglépni. Hát azért következetesek, mert azért semmiért ők se szeretnék dolgozni, főleg nem ennyi pénzt elkérni. Azért ők nézik azt, hogy nagyjából hova tud ez jutni, hova megy, milyen rendszereket fertőzzön meg legfőképp. És nyilván sokan fizetnek is kényszerűségből, mert különben nem lenne ez jó üzlet, és akkor nem folytatódnának ezek a támadások, hogyha mindenki behúzná a féket. Tehát itt a megoldás mondjuk a zsarolóvírusoknál is az, hogy adatokat le kell menteni, akkor is, hogyha nem egy nemzetbiztonsági fontosságú cég vagyunk, hanem csak az otthoni adatokat, akár régi fényképeket, leveleket, írásokat, stb. Időnként nem árt, akkor időnként nem árt mindig menteni. Vannak már olyan online tárhelyek, online felhőtárhelyek, ahol ezeket nagyon kényelmesen lehet menteni, és ilyen irodai programcsomagok része, akár levelezők programoknak is
adnak hozzá ugyanúgy tárhelyeket, ilyen felhő alapúakat, ahol nyugodtan elmenthetjük, és ott megmarad. Örök időkre mondhatni. Ha megtörtént a baj, rendőrségnek azért nem árt, hogyha szólunk, ugye? Hát nem árt, de igazából nagyon sokat nem tudnak ez ellen tenni, mert erre igazából nincs még hatékony védelem, a megelőzés mindig, amit tudunk. Ez a legfontosabb. Igen. És nyár van, ugyebár tényleg nagyon sokan, esetleg tapasztalatalabb korosztály is ott van a gépeknél, nem mint hogyha mondjuk egy 5 éves nem tudna 10-szer annyit, mint én a számítógépekről, de esetleg erre még nincs őse úgy fölkészülve az ilyenfajta támadásokra, nem árt erre fölhívni már a egészen fiatal számítógép használók körét sem. Hát erre nagyon sok internetes oldal is van, portálok hívják fel a figyelmét az embereknek, hogy vigyázzanak, hogy mit néznek meg, körültekintően internetezzenek. A gyerekek meg jól megkérdezik esetleg a szülőket, hogyha valami gyanúsat észlelnek. Igen, bár vannak olyan protokollok böngészőkben is, amivel lehet figyelni, vagy letiltani gyerekek számára bizonyos oldalakat, hogy mi az, amit mégsem nyisson meg. Igen. Na hát remélem, hogy a nyár eddigi részében sem történtek ilyenek a kedves nézőkkel, és hogy a nyár hátralévő része is, meg az év hátralévő része is majd hasonlóképpen teljen el. Nem árt az elővigyázatosság. Makó Andrásnak köszönöm szépen a jó tanácsokat. Köszönöm szépen.